Egy földmintát elemeznek a laboratóriumban, kővágó szülősön működik az a cég, ahol egy chilei szakembert fogadtak pénteken. Nagyon fontos az együttműködés a két ország között, mert mindannyian ugyanazon az úton járunk. A lítium kutatás és a hidrogén kutatás kiugrási lehetőséget jelenthet mindkét ország számára. Ezért nagyon kifizetődő lehet, ha együttműködünk a különböző technológiák kifejlesztésében. Az együttműködés hasznos lehet mind a két országnak. A lehetőségekről, helyi cégekkel, az egyetemmel való kapcsolatról egyeztettek pénteken. Chile egy rendkívül fejlett országnak számít Dél-Amerikában, és nemzetközi szinten is jól ismert a lítium termelése kimagasló. Hatalmas lítium potenciállal rendelkezik, megújuló energiában gondolkodik, hidrogén elhelyezésben, hidrogén tárolásban, hidrogén felhasználásban gondolkodik hosszú távon. Úgyhogy ezek a témák átfednek azokkal a témákkal, amivel mi is foglalkozunk. A lítium az akkumulátorgyártás alapanyaga lesz a jövőben is. Ezért fontos, hogy ezen a területen jelen legyenek magyar cégek, kutatók, mondja Fedor Ferenc. A hidrogén pedig a jövő energiahordozója, aminek a tárolásával kapcsolatban végez kutatásokat a baranyai cég is. Így kapcsolódhatnak a chilei partnerek munkájához.